A kerületi nyugdíjas klubok tagjai együtt tartottak farsangi mulatságot február 7-én a Számolházban. A fergeteges hangulatról a Kristály Retro zenekar gondoskodott. A zenés táncos rendezvény az minden hónap első hétfőjén van, tehát ez havonta egyszer van, illetve hát a nyugdíjas klubnak van még egy rendezvénye, egy ilyen beszélgetős összejövetel, ami az egy kicsit szűkebb körül, mert az csak a Nagytétényi Polgári Környugdíjas Klub tagjainak van megrendezve. Itt ugye ez egy szélesebb körű, ide bárki jöhet, aki megváltja a Klauzálházas belépőt, illetve hát itt van bérlet is. A farsangi bulin alkalomhoz illő verset olvasott fel igaz nagy Izabella. Egyre csak töprengek, hogy minek öltöznek, hogy a herceg szívébe mélyen beöltöznek. Lehetnék esetleg Anita egyben? 90-es melvőséggel sajnos Isten nem lehet. A humoros költemény után az Örök ifjú bohémek tánc bemutatója következett. Az est fénypontja a farsangi jelmezes felvonulás volt, jelen volt a Számolházban Ludas Matyi, egy szökött rab, Piroska, egy egyszarvú, és a nagytétényi boszorkányok is leszálltak seprűjükön az épületbe. A nemrégiben elhunyt Kovacsics Lászlóné Eta helyére Kopcsák Zsuzsannát választották meg. Tudom, hogy hát ő nagyon sokáig, 15 évig vezette a nyugdíjas klubot, úgyhogy nehéz helyzet egy ilyen hosszú vezetés után átvenni, illetve hát nem is ismertem őket, és sokáig nem is tudtam velük találkozni, mert csak szeptemberben indult be az élet, és hát akkor egy nagyobb létszám jelent meg itt az első alkalommal, de aztán sajnos itt a pandémia miatt azért ez lecsökkent, úgyhogy hát most egy kicsit szerényebb körülmények között találkozhatunk velük, de hát azért van érdeklődés. Bár még csak rövid ideje vezeti a kör Zsuzsa, már vannak elképzelései a jövőről. Terve van, legalábbis az én fejemben, hogy jó lenne a nyugdíjas klub szűkebb rétegével egy nagyobb sétát tenni a kerületbe például, és hát esetleg valamilyen láncolatot kiépíteni, mert mint ilyen értesítő láncolatot kiépíteni, mert igazából nehéz velük tartani a kapcsolatot, hiszen igazából csak telefonon lehet őket elérni. És hogy mi a titka annak, hogy a tétényi szépkorúak ilyen aktívak és életvidámak? Ezért a Nagytétényi Polgári Körnek az egyéb programjai adják meg erre a választ, hiszen ők ott is nagyon aktívak, tehát nagyon sok program, ugye hát a Nagytétényi Polgári Körnek sok programja van, és ők mindegyiken részt vesznek szintet, és be is segítenek, tehát a szervezésben nagyon sokat segítenek. A farsangi mulatság végén kisorsolták a felajánlott tombola tárgyakat.